Haladjunk is tovább. Ki a következő? A következő Sára volt, aki egy cicust rajzolt. Egy kis foltos cicust. Keressünk foltos cicust. Aha. Jó, jó, jó. Köszönöm, hogy, hogy most ezt megtetted. Igen. Igen, ilyen, ilyen, ilyen. Pontosan ilyen. Pontosan ilyen, csak más a színezete. azt egy kicsit át kéne alakítani. A folt, ez a folt rajta? Igen, a folt legyen barna, sötét barna, igen. Ha, ez a másik folt. Az is legyen ilyen sötét barna. A farkincelyet majd hosszúra kell csinálni, és az alapszíne nem fehér, hanem szürke. Na, ez a szürke, csak valamiért... Igen. Tegyünk még rá egy rózsaszínja körvet. Akár lehetne most ez a... Mi van ez a... Drága kövek vannak. Drága köves cicád lesz. És a farkincája ugye hosszú, azt látom, úgyhogy azt még, még csináljuk. Így. Igen, így, így néz ki ez a cicus. Illetve még annyit megtehetnék, hogy ezt a szürkét, amit használtam hozzá, azt hiszem, hogy ez volt. Egy kicsit még itt alakítjuk. Na, ő is készen van, és adjunk neki valami nevet. Hogyha rózsaszín a nyakörbe, akkor biztosan a lány. Úgyhogy először is az be... Ah, oh, pont lány van beállítva, és ez tökéletes. És legyen... Ebi. Azt a nevet kapta, hogy Ebi okos van neki beállítva, legyen szeretetéhes, és legyen egy kicsit játékos is. <laughs> Mondjuk lehet, hogy ez a kék szem, ugye nem annyira illik ehhez a bundihoz, úgyhogy még azt a szemét megváltoztatnám, hogy mégis jobban illjen a bundájához. Akár zöldre. Igen, ez, ez volt a legjobb. Nem? Nem. Nézzük meg ezt a sötét Ez az. Így, így a tökéletes. Na, kész is van Ebi, aki Sárának a kis ticája. Remélem, Sára, hogy tetszik neked ez a cicus, amit csináltam, és azért valamelyest hasonlít arra, amit te elképzeltél. Nekem nagyon tetszik, és nézzük meg még, hogy milyen kis cicába, utána pedig haladjunk tovább a következőre. Jaj, de cuki. Hát ilyen lenne kis ticusban. A következő Luca volt, aki egy, egy huskyt rajzolt le, hogyha jól látom. Egy huskyt rajzolt le, úgyhogy keressünk egy huskyt. Sibérián husky. És külön kérted, hogy a szeme kék legyen, ez eszkék, úgyhogy ez így rendben van szerintem. És a nevet pedig válasszuk ki. Az biztos, hogy kislány. És legyen Mia. Kislány Mia, és legyen barátságos, és legyen játékos. Illetve <laughs> kaphat még valami nyakörvet is, nehogy már ő is nyakör nélkül maradjon. Mondjuk egy ilyet. Hú, ez, ez van annyira, nem jön be. Ez, ez még rosszabb. Maradjunk -e ennél, ez a nyakörv nekem nagyon tetszik. Úgyhogy legyen egy ilyen kis rózsaszín szíves és nyakörve, Mianak és 1, 2, 3, 4, 5, 6, még egy félrel, úgyhogy akkor jöhet a következő. Következő mi rajza lesz, aki egy cicelt küldött. Ezt a cicát, ezt valószínűleg csak a paint módban fogom tudni megcsinálni. Az lenne a legjobb, hogyha alapértelmezettem fekete lenne, és a fekete helyet választhatnánk neki sötét lilát, így ebből lehetne kiindulni. És menjünk át a paint módra, mert ezt ott kell megcsinálni ezt a cicust. Ez egy nagyon különleges cicus. És a másik szín, talán világos lila, amit innen tudok elérni. És közben rájöttem, hogy itt lehet szint kérni, úgyhogy így egy kicsit egyszerűbb. És itt a hátán is ugyanígy vannak ilyen csíkok. Próbálom úgy kiigazítani, hogy jól nézzen ki a cicus, igen. Hátul pedig itt a lábánál egy kicsit pirososabbra rajzoltad, ezt próbálom követni. A buksia és ez a világos szín. Aval visszamegyek még a fejecskényre. Most lehet egy kicsit nagyobb az ecset. Ez az. Szerintem ez így eléggé hasonlít a képre. És most már csak egy valami maradt hátra, hogy megcsináljuk neki a fogakat. Amit fehérrel kéne. Mondjuk ez jó lenne. Igen, így. Hát, ennyi, mentem. Igen, így. De jó lenne, ha nem mozognál közbe, cica. Ez az. Ja. Hát ilyen lehet a cicus. Szerintem ez így eléggé hasonlít az orrát, nem lehet színezni. Azt nem, úgyhogy arra vissza kellene még menni, mert az orra, az ha jól látom, félig rózsaszín. Úgyhogy oda még visszamenjünk, megnézzük, hogy van ilyen félig rózsaszín nózi. Ha, ez az, ez az. Így néz ki. Na, ez egy nagyon érdekes szice lett Mira. Nekem nagyon-nagyon tetszett a rajzon is, meg így most hogy meg lett rajzolva, így is nagyon-nagyon tetszik ez a cicus, remélem, hogy neked is tetszik, és a neve is elég érdekes lesz, ugyanis az lett a neve, az lesz a neve, hogy szeme nagy, Precli. Szeme nagy Precli. Ez a neve. Na, nézzük meg, milyen kis lenne még, azt arra kíváncsi vagyok. Ilyen kicsibe, Mondjuk abban nem voltam biztos, hogy itt most pirosas vagy ott fehéres a bundia, de remélem, hogy így jó lesz azért. Remélem, hogy tetszik. És választok még neki valami kis tulajdonságot. Például lehetne játékos, meg barátságos. Így. Na hát, ismét betelt egy háztartásunk, úgyhogy ezt le is mentem, és igazából meg is nézem, hogy mennyi van még. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ezt lementem, utána pedig indítok még egy háztartást, még összesen 6 állatkát kell elkészítenem itt is lennék, és folytatjuk a kutyus és cicus gyártást. A következő, akinek elkészítem a kutyusát, Szabó Dalma lesz. Ő egy dalmatát kért. Egy gyönyörű szép dalmatát. Dalmatát még úgysem csináltunk. Itt van a dalmata. És nézzük meg, hogy ez a dalmata milyen lenne kis kutyába. Ilyen a kis dalmata. Igazából azt érzem, hogy tényleg teljesen egyformák ezek a kis kutyák. És ilyen pedig a nagy dalmata. Adjunk neki valami nevet. Szása lett a neve. Szása a dalmata. És legyen lojális, és legyen okos. Illetve kaphatna ő is valami kis nyakörvet. Így. Na, tehát el is készültünk Szásával is, és jöhet a következő. A következő kutyus egy tacskó lesz, amit rékarajzolt, és ez lesz a következő, amit el fogok készíteni. A tacskót hogy is hívják? Hogy is hívják a tacskót? Nem, nem tudom. Gyere, megkeresem. Valami hasonló neve van. Biztos, hogy... Ah, itt van, ő a tacskó. Ez az. Na, itt van a kis tacskónk. Adjunk neki valami nevet. Mi legyen a tacskónak a neve? Harley. Harley lett a tacskónk neve, és legyen kalandos, és legyen barátságos. Nézzük meg, ő is ugyanúgy néz ki kicsibe, mi? Aha. Hát ez érdekes. Na, a nagy kutyusba viszont így néz ki. Kis tacskó. Már mondhatom rá, hogy nagy kutyus, mert ugye ő ilyen kis közepes termetű kutyus, de amúgy nagyon kis cuki lett. Már amúgy nem is tudom, hogy mennyire hasonlít ez egy tacskóra. A következő rajz Rékántól van, aki egy fehér házkit rajzolt, úgyhogy ezt fogjuk most rekreálni, illetve ha rajzolt hozzá egy nagyon, nagyon aranyos kis nyakörvet is. Itt is van a házki, ugye annyit kéne beállítani rajta, hogy fehér legyen teljesen. Így szerintem ez, ha bár ez nem teljesen fehér, na várjátok. Fehér, teljesen fehéret szeretne. Így. Hó fehér házki. Gyönyörű szép. És kap még egy, egy rózsaszín nem, 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 ezt. Vagy ezt a fajtát? Legyen ez a fajta, valami ehhez hasonlót rajzoltál neki, és nevet azt, azt nem tudom, hogy választottál-e neki, de választok én neki, mivel rózsaszín a ezért gondolom, hogy kislányról van szó, és legyen az a neve, hogy Mimi, ez egy tökéletes név, Mimi legyen barátságos, és legyen játékos. Itt van Mimi a fehér házki. Jöhet a következő. A következő kira rajza lesz, aki egy cicust rajzolt, akit igazából én készítettem még az egyik live-ban. Megpróbálom rekreálni azt a cicát körülbelül. Igen, igen, azt hiszem, hogy ez volt az a körülbelüli. Vagy várjunk csak? Nem is. Valami ilyes. Várjunk? Ránézek arra. Igen. Igen. Ezek a maskák. Na jó. Még az a szerencsé, még nem kakkantott itt egyik igen, valami ilyesmiről lenne szó. Valami ilyesmiről. Igen, ő lesz az. És ő neki az lesz a neve, fiú cica, hogy Garfield. Így. Garfield a vörös cicus királytól. Természetesen Garfield nagyon éhes, és legyen még okos is. Így. Nézzük meg Garfieldot is kicsibe. A cicák nagyon édesek kicsibe. A következő Laura kutyusa lesz. Aki egy kis termetű kutyus, és leginkább egy Yorkshire terrierre hasonlít, vagy egy visorra? Nézzük csak. Hmm. Nem, nem, határozottan nem. Határozottan egy Yorkshire terrierre hasonlít. Annyi különbséggel, hogy teljesen fekete a bundia. Teljesen fekete. Ha. Így. Ez az. Így néz ki ez a kutyus. És van rajta egy rózsaszín masni. Egy, egy, bocsánat, nem rózsaszín, nem rózsaszín, lila masni. Lila masni, és a, az ő neve az lesz, hogy... Legyen kislány, és az lesz a neve, hogy Lexi. Lexi pedig nagyvadász, és Lexi független. Mert ő ilyen fekete, és ő ilyen független, és egy picit ugrálós. Így néz ki Lexi. És természetesen az összes kutyus be fogom tenni a városba, a kutyás-macskás városba fogom őket berakni, majd a. Miután végeztem az elkészítésükkel. És az utolsó kutyus egy nagyon színes személyiség, ugyanis teljesen szivárvány színű Annától. Megpróbálom teljesen hasonlóra készíteni ezt a kutyust, de nem tudom, hogy mennyire fog összejönni. Na most az biztos, hogy ez a kutyus, ez egy csivava és samú a neve, úgyhogy valószínűleg fiú. fiú csivava. A fiú volt beállítve a leve. És a csivava az valami csivava lesz, úgyis, hogy. Sióva, ez lesz. <laughs> ez a csivava? Ez a csivava. Hát, hogy tudjuk, hogy a szín szerint így néz ki egy csivava, Hát, én nem is tudom, szerintem nem teljesen így néz ki. Na de akkor nézzük a rajzot, és próbálom teljesen azt a színkombinációt alkalmazni, amit te alkalmaztál. Hát remélem, hogy összejön. És öltessük le, ugyanis úgy, úgy van itt a kutyus. És alulról indulva, piros, így. Induljunk innen a lábától. induljunk fölülről, és inkább, inkább fölülről induljunk. Legyen sárga, és az a fülétől indul, Na, hát így néz ki Samu, a csivava, aki szivárvány kutya. És ő lett volna az utolsó kutyus. Hát nem tudom, hogy mennyi ideig fog tartani, amíg ezt így összevágom, mert nagyon-nagyon hosszú lett. Valószínűleg lehet, hogy két részletben fog kikerülni ez a videó, de hát ezt már úgy is fogjátok tudni, hogyha felkerül. Ja, a szivárványkutyusnak nem választottunk semmit. Válaszunk neki valamit. Mindegyik állatkát, amit küldhetek, rajzot megcsináltam. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem szeretnétek lemaradni a további videóimról sem, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, legközelebb találkozunk. Sziasztok!